Kedvező feltételű, rövid áthutási idővel igényelhető, szabad felhasználású hitelhez juthatnak hozzá mikro, kis és középvállalkozások a Széchenyi Kártyaprogramon keresztül. Igen népszerűvé vált az elmúlt években ez a hitelkonstrukció, amit az adatok is alátámasztanak. Tavaly országszerte 21 ezer igénylés érkezett, több mint 260 milliárd forint államilag támogatott hitelt meg is kaptak a kisebb cégek. Tolna megyében 250-en több mint 2 milliárd forintot igényeltek. A megyei cégek főként likviditási problémáik kezelésére vették igénybe a folyószámla hitelkeretet. Általában 9,5 millió forintot kapott egy vállalkozás. Induló vállalkozás még nem kaphat, minimum egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkezni, és a felvehető hitelösszeg nagysága, azt pedig úgy kell számolnunk, hogy amennyi volt az utolsó lezárt üzleti évben a vállalkozásnak az árbevétele, annak a 25%-át igényelheti. Tehát a menet és a folyamat az, hogy benyújtja hozzánk a szükséges dokumentumokat, kitöltve mellékletekkel, ami szükséges hozzá, majd mi előszűrjük, és itt feldolgozzuk, és a kiválasztott hitelintézethez, amit az ügyfél kiválaszt, ahhoz fogjuk továbbítani az anyagot, tehát gyakorlatilag ők egy kész anyagot kapnak, és majd, amikor elbírálja a bank a végső szót, ő fogja kimondani, hogy megadja a kért hitelösszeget, vagy nem adja meg, vagy kevesebbet ad, az ügyfélnek a bankkal kell természetesen szerződni, és ezt minden évben majd felülvizsgálja a bank, ugyanúgy benyújtva a szükséges dokumentumok alapján, hogy igen, meghosszabbítja az ügyfélnek, vagy keretet emelünk, vagy azt is mondhatja az ügyfél, hogy köszönöm, nem kérem tovább, mert ugye ezek a folyószámla hitel keretnek a sajátossága az, hogy ez egy átmeneti likviditási problémára ad megoldást. De nem csak a folyószámla hitelkeretet lehet igényelni, másfajta konstrukciók is rendelkezésre állnak, tudtuk meg az iparkamara szakemberétől. Az eredetileg indult Széchenyi kártya folyószámla hitel keret, ezzel indult ez a termék. Ez mára már egy komplex 6 programból álló Széchenyi kártya termék lett. A legnépszerűbb természetesen még továbbra is a folyószámla hitel keret, de ezen kívül van forgóeszközhitel, felvételi lehetőség, beruházási hitel, az Agrár Széchenyi kártya is most már 4-5 éve működik, és van támogatás megelőlegző hitel, és pályázat kiegészítő, önerő kiegészítő hitel is. Az agrárvállalkozásoknál azt látjuk tendenciaként, hogy a kezdeti időszakhoz képest megnőtt az igénylések száma. A tavalyi évben ez az összigénylésnek körülbelül már a 30%-át tette ki, és meghaladta az 500 millió forintot az igényelt hitelösszegnek a nagysága. A konstrukció megújulását jelzi, hogy a felvehető hitel értékhatárai folyamatosan emelkedtek, illetve bővültek a felhasználási lehetőségek is a 2002-es bevezetés óta. 2002 óta működik ez a termék, akkor annyit kell tudni róla, hogy a Magyar Kereskedelmi Iparkamara és a VOSZ létrehozott közösen egy céget, a KAVOZ ZRT-t, akinek volt a feladata, hogy kidolgozza ezt a terméket, bevezesse, működtesse, amit azóta is ez a fő feladata, de természetesen a 2002-es indulás óta nagyon sokat változott a termék, változik folyamatosan, most is éppen egy olyan dologban vagyunk bent, hogy könnyítéseket fognak bevezetni, az üzletszabályzat egyszerűsödik, tehát ez mind abban az irányba mutat, hogy a vállalkozások, akik ezt szeretnék igényelni vagy igénylik, minél könnyebben, egyszerűbben hozzájuthassanak a termékhez. 2002-ben még 1 millió forint volt maximumon felvehető hitelösszeg. Ez az idők során, ugye, ahogy a gazdaság is változik, a szereplők is változnak és nőnek az igények, ez a mai napra már odáig jutott, hogy a maximum felvehető hitelösszeg az 1 millió és a 100 millió forint között van, tehát maximum 100 millió forint a felvehető hitelösszeg. Ami várható változások lesznek, és a KAVOSZ éppen a harmadik negyedében végzett egy átfogó felmérést, tehát megkérdezi mindig és folyamatosan az irodákat, megkérdezi a vállalkozásokat, akik részesei már a Széchenyi kártyának, hogy milyen igényeket várnak el, vagy milyen változásokat szeretnek,
szeretnének, és ezeket igyekeznek beépíteni mindig az új termékek kidolgozásánál, vagyis az üzlet szabályzaton ezt átvezetni. Ugye ez több szereplős ügy és több résztvevője van, tehát nem csak maga a kavosz, az irodák és az ügyfél, hanem mögötte ott vannak a bankok, adott esetben a pénzügyminisztérium, az MNB, vagy a hitelgarantika is, tehát ahogy említettem, több szereplős az ügy, és természetesen minden változást minden résztvevővel egyeztetni kell, és csak úgy lehet ezt átvinni. Havonta átlagosan 20 milliárd forint hitelt folyósítanak a Széchenyi Kártya programon keresztül a bankok, heti mintegy 400 hitelszerződés születik országszerte, naponta 150-200 vállalkozó keresi fel a kavosz irodáját, és érdeklődik a lehetőségek iránt.